Mindenki szeret vidám parkba járni, hiszen ezek felhőtlen szórakozást ígérnek az odalátogatóknak, ami nem hangzik rosszul. Tökéletes randi helyszín, de éppen a haverokkal vagy a családdal is jó választás. De nem mindegyik. Ugyanis a világon léteznek nagyon furcsa helyek is, amik a klasszikus értelemben vett vidám parki élmény helyett valami teljesen mást nyújtanak. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatom nektek a világ 10 legfurcsább vidám parkját. Ha mindig is kíváncsi voltál arra, hogy milyen lehetett egy gulágban raboskodni, az Izgyvenimo dráma lehetőséget kínál arra, hogy kipróbáld, te túlélted volna, vagy nem. Ez a Litvániában található Vidám Park egy olyan különleges hely, ahol az emberek nem elvarázsolt kastélyokból próbálnak megkijutni, vagy éppen különböző hullámvasutakra szállnak fel, hanem egy szovjet börtön tapasztalnak meg. A bunker egészen Litvánia szovjet megszállásának idejére nyúlik vissza, ami valószínűleg még valóságosabbá teszi az élményt. Az odaérkezőknek először is át kell adni minden holmiukat, majd ezt követően szovjet rabruhába kell öltözniük. Ezután azt az utasítást kapják, hogy vegyék fel a gázmaszkokat és tanulják meg a szovjet himnuszt. Ezen kívül tipikus szovjet börtönételeket is kóstolnak és orvosi vizsgálaton is részt vesznek. Extra különlegesség, hogy még a gulági stílusú kikérdezésen is átesnek, ráadásul olyan alkalmazottak által, akik korábban ténylegesen a szovjet hadseregben dolgoztak, köztük olyanokkal is, akik alapvetően kihallgatói pozícióban voltak. A kísérlet végén az emberek kapnak egy kis vodkát azért, hogy ez segítsen lenyugtatni őket, mielőtt visszatérnek a való világba, ezután a tapasztalat után. Ti ellátogatnátok egy olyan vidám parkba, ami eredetileg egy atomerőműnek indult? Mert ez a helyzet a Németországban, Düsseldorftól nem messze található Wunderland Kalkarral. Az építkezés 1973-ban kezdődött meg, de már kezdetekben is számos kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, és sokan tiltakoztak is ellene. Végül nagyjából egy évig részlegesen elkezdődtek a munkálatok, viszont a nukleáris anyagok meg se érkeztek. Nem sokkal később az 1986-os Csernobili katasztrófa után az egész projektet törölték. Amikor 1991-ben úgy döntöttek, hogy eladják a telket, egy holland üzletember vette azt meg, mivel egy páratlan üzleti lehetőségként látta a dolgot. Így ahogy az ő nevére került minden, el is kezdte az átalakításokat. A végeredmény pedig egy több mint 40 különböző játékkal rendelkező hatalmas vidám park lett. A szerelem szigetként is emlegetett vidám park még 2004-ben nyílt meg Dél-Koreában, és azóta is minden évben rengeteg kíváncsi turistát vonzott teljesen egyedi témájával. A park mérete nagyjából 2 focipálya nagyságának felel meg, amit körülbelül 1 óra alatt körbe is lehet járni. Az odalátogatókat több mint 140 erotikus szobor várja, amik elég szemléletesen ábrázolnak mindenféle szexuális helyzetet emberek, valamint emberek és állatok között is. A szobrokat egyébként a szöuli Hongik Egyetem hallgatói készítették el, és ez egyfajta szexuális tanfolyammá vált a Dél-Korea különböző részében élő nászutasok számára, akik közül sokan elrendezett házasságot kötöttek, így korábban nem ismerték egymást. A szerelemsziget azoknak a pároknak is jó úti cél lehet, akik már ismerik egymást és a szexel is képben vannak, ez nekik inkább csak egy felfrissítő élmény lesz. A park egyébként úgy tűnik minden korosztály számára tartogat valamit, ugyanis még egy játszóteret is építettek a gyerekeknek. Az 1992-ben nyílt Bonbonland egy édességekkel teli vidám park, ami minden gyermek álmát felülmúlja. Valószínűleg ez a hely áll legközelebb Willy Wonka csoki gyárához, amit a Charlie és a csoki gyár című filmből ismerünk. A Bonbonland Dániában található, nagyjából 50 km-nyire Kopenhágától, a létrejötte pedig egy cukorgyár tulajdonosainak köszönhető. Eredetileg csak úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy olyan vidám parkot, ahol az összes játék ugyanolyan furcsa neveket kapott, mint a filmben. Ez azt jelenti, hogy a hely olyan nevű dolgokkal van tele, mint például sirályürülék vagy fülviasz. A gyerekek felülhetnek a kutyaszellentés vasútra, vagy kipróbálhatják a vízipatkányt is. A díszletek is nagyon kifinomultak, olyan szobrokkal, mint például egy éppen hányó rágcsáló vagy egy pisilő hangya. Ha valaki szeretne ellátogatni ebbe a vidám parkba, azért az fontos információ, hogy a belépő ára elég borsos, közel 9000 forintot kell kifizetni érte. Az amerikai haditengerészet egykori katonája Newton Perry találta meg Viki Vachi területét, amikor 1946-ban a II. Világháború ideje alatt éppen a víz alatti kiképzését végezte.
Ez a terület akkor még tele volt mindenféle állattal, konkrétan több állat lakott ott, mint ember. Miután eltakarították onnan a szemetet, Newton azon dolgozott, hogy kitaláljon egy módszert a víz alatti légzésre. Amikor ez sikerült, akkor gyönyörű lányokat keresett, akiknek megtanította, hogyan ússzanak a légcsővel és mosolyogjanak egyszerre. Idővel egyre több dolgot tudtak csinálni a víz alatt, például táncolni is megtanultak. 1947. októberében pedig megnyílt a Vicky-Vacsi víz alatti színház, ami az 50-es évekre a világ egyik legnépszerűbb turista célpontja lett. Az emberek imádták a sellőszerű előadókat. Így alakult ki a Vicky-Vacsi Springs State Park. Mára már rengeteg különböző látványosság és program várja az odalátogatókat, többek között egy sellősó, dzsungelkörutazások és egy gyönyörű orchidea kert is. Ez a különleges hely egyértelműen a fiatalabb korosztálynak szól, legfőképpen Ariel kedvelőinek. 1983-ban nyitotta meg kapuit a Jaime Uke Park Kolumbiában. A park is egyben állatkert egy ajándék volt az országnak a szintén kolumbiai származású Jaime Uke Grisales pilótától. A férfi célja ezzel az volt, hogy a bevételekből megsegítse a szegényeket és a rászoruló családokat. Ez a különös park rövid időn belül átvisz minket az egész világon, ugyanis az összes híres látványosság mása megtalálható itt, és nem is akárhogyan. Néhány másolat ugyan egy kicsit eltér az eredetitől, és inkább bizarnak mondható. Ilyen például az eredetileg az Egyesült Államokban található szabadságszobor, ami ebben a parkban egy mesztelen férfi mását kapta, aki még csak a jellegzetes fáklyát se tartja a kezében. Ezen kívül rengeteg különlegesség megtalálható a parkban, mint például egy madárház, egy biopark és egy 700 különös szoborral ellátott szoborkert is, köztük Isten kezével. Az Ausztráliában található Crocosaurus Cove talán inkább vadvilági élménynek mondható, mint vidám parknak. Ennek ellenére simán felveszi a versenyt akár a legnagyobb és legfélelmetesebb hullámvasutakkal is. Ugyanis a Crocosaurus Cove rendelkezik a világ legnagyobb ausztrál hüllő kiállításával, valamint egy közel 200 literes édesvízi akváriummal is, ami otthont ad például teknősöknek, íjászhalaknak és ostoros rájáknak is. Viszont a legkülönlegesebb a halálketrecként ismert körülbelül 3 méteres akril tartályuk, amibe az odalátogatók bemehetnek, hogy szemtől szembe kerülhessenek egy közel 5 méteres krokodillal. Ezen kívül fotózkodni is lehet baby krokodilokkal, és meg is lehet etetni őket. A látogatóknak szóló Big Croc Feed Show-ban az ott dolgozók etetik meg a már kifejlett állatokat, majd a látogatók is esélyt kapnak arra, hogy maguk etessék meg a fiatalabb krokodilokat. A Holy Land, vagyis a Szentföld ötlete Marvin Rosenthal nevéhez köthető, aki 1989-ben kezdte meg az ötlete megvalósítását. Állítása szerint Isten két feladattal látta előtt, amiből az egyik az evangélium hirdetése, a másik pedig a hívők segítése, hogy jobban megérthessék keresztény gyökereiket. Így született meg a Szentföld megtapasztalásának gondolata, amiből 2001-re park készült, ami felülmúlt minden elképzelést. A cél ebben az esetben egyértelműen nem az emberek szórakoztatása volt, hanem az, hogy tanuljanak a Bibliáról és Jézusról. Minden megtalálható itt a Qumran barlangok másolatától kezdve a bibliai figurákon át egészen a keresztre feszítésig. A park a Biblia különböző részeit mutatja be ezeken keresztül, és ez idővel kezdett egyre népszerűbbé válni. Ennek eredményeként 2007-ben egy nagy tévés hálózat, a TBN megvásárolta a Szentföldet, ami szépen fejlődött tovább az új igazgatóság vezetése alatt. A Mexikó és az Egyesült Államok közötti csempészet és illegális bevándorlás egy olyan dolog, amiről a világon szinte mindenki hallott már élete során. Pontosan ezt használja ki a mexikói Park Echo Alberto, ami egy olyan egyedi hely, ahol az emberek egy szimuláció során megtapasztalhatják az illegális határátlépés élményét. Ez azt is jelenti, hogy pontosan mint a valóságban, itt is bármikor szerezhető egy-egy sérülés, vagy akár szembe találkozhatunk vadállatokkal is az út során. Az egész tapasztalat lényege az, hogy bemutassák az embereknek a kétségbeesett bevándorlók küzdelmeit, hogy miken mennek keresztül azok, akik Mexikóból Amerikába szeretnének átjutni. A résztvevők állítása szerint ez a szimuláció nem mindig teljesen reális, viszont minden alkalommal egy rendkívül stresszes és félelmetes élményt nyújt. A Dwarf Empire, vagyis a törpe birodalom egy olyan hely, ahol a törpönövésű emberek vannak a figyelem középpontjában, mert mindenki rájuk kíváncsi. A parkot egy ingatlanfejlesztő alapította 2009-ben Kínában, akinek a célja ezzel az volt, hogy valami jót tegyen a kisebb emberekért. Ezzel az ötlettel pedig a világ minden részéről hozott embereket számukra egy jobb élet ígéretével.
ezzel az ötlettel pedig a világ minden részéről hozott turistákat számukra egy jobb élet ígéretével. Ahogy a nevében is benne van, ez a hely egy konkrét birodalom, aminek saját királya, királynője és katonái is vannak. Az ott élők zenés és táncos előadásokkal szórakoztatják a látogatókat, és még közös fényképeket is lehet velük készíteni. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.